Tulajdonképpen a gyűrődés volt itt a fontos, a teszt. Kék-fehérben játszik a vendégegyüttes, Hóri Horgas Komaot, Szakó is aztán, aki lemaradt, Schnitzler egészen pontosan, aki pont egy hüvelykkel maradt le, egy hüvelyk Matyival, és hát picit azért el lehet csodálkozni, ad egy, hogy keresztbe fújja a szélapályán, ad kettő pedig, hogy egyszerűen a labda nem tud simán gurulni a füvön. Ja, ugrós, úgy mondják ezt csúfolkodva, vagy a szöcske belebújt a szelepen keresztül a labdába. Schnitzler lehet, hogy emiatt szomorú, de boldogabb lett volna, ha mondjuk a bal lábával kalézol.